Robotkaticával folytatjuk. Egy kibernetikai eszközről van szó, amelyet még az 50-es években alkottak magyar szakemberek, akik a pavlovi reflexet szerették volna az informatika világában modellezni. Így született meg a katica formájú gép, amely képes automatikusan követni a fényt, megtanítható sípszó követésére is, és sír, ha lenyomják valamelyik pöttyét. Ilyenkor meg kell simogatni, hogy a kiberbogárka megnyugodjon. A mérnökök ezzel azt próbálták modellezni, hogy az élő szervezetben zajló folyamatokat hogyan lehet átültetni műszaki területre. A robotkatica replikája nemrégiben Oxfordban is bemutatkozott az Elképzelt Mesterséges Intelligencia című kiállításon. Az eseményről Képes Gábor bölcsészettudományi informatikus, a Neumann Társaság marketing igazgatója mesélt Burkert Rudolfnak. Mielőtt rátérünk az oxfordi kalandokra, azért értsük meg, hogy egy 50-es években készült gép, az hogyan képes automatikusan követni a fényt, illetve hogyan képes arra, hogyha megtanítják, akkor kövesse a sípszót. Szegeden volt egy iskolateremtő professzor, akit úgy hívtak, hogy Kalmár László, aki jelenleg nemzetközi komputerpionírnak számít. Tehát kimondhatjuk azt, hogy világszínvonalú volt az a műhely, amit megteremtett. Az ő szellemi közegébe tartozott dr. Muszka Dániel matematikus, aki nagyon jó szerelő képességekkel rendelkezett. Van egy anekdota, hogy úgy került be Kalmár László professzor közösségébe, hogy megszerelte valamelyik háztartási eszközét a professzornak, és a professzor fölfigyelt a képességeire. Hát ez a Muszka Dániel építette ezt az állatmodellt, azaz műállatot, amit tulajdonképpen a robotporszívóknak és a különböző egyéb önállóan járkáló robotoknak is egy őse. Persze ilyenre voltak nemzetközi példák, és nyilván ők is olvastak szakirodalmat, de Muszka Dániel az akkori alkatrészekből állította össze az eredeti katicabogarat oly módon, hogy annak még volt egy farkincája, tehát vezetékkel csatlakozott a hálózathoz, voltak fotocellái, amelyek segítségével érzékelte a zseblámpa fényét, volt egy kondenzátor memóriája, voltak benne elektroncsövek és egyéb a korszaknak megfelelő alkatrészek, és voltak benne motorok, amiket egy korabeli kelet-német autóból szerelt ki. Hát nem a jármű nagy motorját kell elképzelni, hanem az ablaktörlő motorokat. Így készült el a katicabogár, ami hivatalosan a pavlovi feltételes reflexek modellezésére készült. Ez a bogárka, ez tanítható volt, tehát azon túl, hogy tudta követni a zseblámpa fényét. Egy idő után meg lehetett tanítani arra, hogy a zseblámpa mellett megszólaltatott sípszót is megtanulja, és egy idő után a sípot is követni tudja. Ez a több mint 60 évvel ezelőtti gép a mai robotikának és a mesterséges intelligenciának az előtje, mondhatjuk azt, mert hiszen ugye ezek ma nagyon trendi témák, de hogy akkor ez már több évtizede is felmerült, és lám meg lehetett csinálni. Igen, akkor ezt a tudományterületet úgy hívták, hogy kibernetika, amit úgy szoktak lefordítani magyarra, hogy vezérléstechnika, irányítástechnika, illetve Németh Pálnak van egy kiváló kifejezése rá, számítás, irányítás gép. És ennek a tudományterületnek az egyik kutatási iránya volt az élő szervezetek és a gépek egyfajta összehasonlítása, tehát milyen folyamatok zajlanak élőlényekben, és ez milyen módon valósítható meg gépek segítségével. Volt olyan kibernetikus, aki műegeret készített, ami egy labirintusból megtanul kitalálni, volt, aki műteknős békát, ezek sorába tartozott Muszka Dániel katicabogara, ami most egyébként nemzetközi sikert is aratott. Beszélgessünk az oxfordi kalandokról, mert hogy ugye kivitték oda ezt a kibernetikai csodát, hogy fogadták Oxfordban? Fantasztikus sikere volt a Bodleian könyvtárban, egy nagyon patinás, több épületből álló könyvtár rendszerben mutathattuk be ezt a katicabogarat, oly módon, hogy ott van jelenleg egy Imagining AI című, tulajdonképpen a mesterséges intelligencia forrásvidékéről szóló kiállítás, és ehhez kapcsolódott egy konferencia, hogy érzékeltessem, hogy milyen körben volt kiállítva a katicabogár. Ott voltak Ada Lovelace-nek a kéziratai, ez az a 19. századi hölgy, egyébként Lord Byron költő lánya, akit a világ első programozójaként tisztelnek. Hát nyilván ez akkor még egy elméleti tevékenység volt. A másik oldalon pedig egy Ada nevű humanoid robot, ez már nem a 19. századból volt, hanem a 21. ből, amelyik önállóan tudott kommunikálni a látogatókkal és festmények.
festményeket készíteni. Tehát mondhatjuk azt, hogy a Katica Bogár, ez a magyar alkotás reprezentálta a 20. század kibernetikáját. A cukisága vitte el a figyelmet, vagy az, hogy mire volt képes a technika 50-60 évvel ezelőtt, mert azért mind a mellett, hogy nagyon high-technek számíthatott, valljuk be, hogy végtelenül cuki. Ezzel nem tudok vitatkozni. Németh Krisztián barátommal közösen mutattuk be, ő a műegyetem oktatója, én pedig a Neumann Társaságot képviseltem, és a gyerekek körében a cukiság faktort láttam. Ugye ez egy elég nagy méretű, piros hátú katicabogár fekete pöttyökkel, amiket egyébként, ha lenyomunk, akkor a katicabogár elkezd sírni, és meg kell simogatni a hátát. El kell mondjam, hogy ez természetesen egy replika volt, nem az eredeti múzeális tárgyat szállítottuk át, és az interaktivitás során azért nagyon rácsodálkoztak arra, hogy Muszka Dániel 1956-ban, 57-ben egy ilyen konstrukciót tudott építeni, és talán a harmadik faktor, ami nagyon érdekessé tette, az a korszaknak a Magyarországa volt, tehát ez az államszocialista korszak, mert azon is nagyon csodálkoztak Nagy-Britanniában, hogy a vasfüggöny mögött egyáltalán eljutott a kibernetika gondolata, szellemisége az 50-es évek közepén, második felében, és hogy a Katica Bogár médiasztárra tudott válni. Hát azt is elmeséltem a látogatóknak, hogy akkor a 60-as évek elején a budapesti ipari vásáron is bemutatták a Katicát, tehát akkor már kapott egyfajta nemzetközi visszhangot is.